Hát előkerültek a motorok. Tulajdonképpen ez a motor sem az igazi, mert hát égszíjtárcsát, vezérmű fedelet, porlasztókat, hátsó lenkereket ki kell szedni belőle, át kell rakni, tehát ezen dolgoznak, kell hozzá még hátsóbak, tömítés garnitúra, és hát meg egy kis munka is vele. És akkor ez a motor marad benne. Ezt nem mi újítottuk fel, ide jött, bízunk benne, hogy ennek a motornak nagyobb sikere lesz, mint ennek, mert ez egy halom ócskavas. Itten vagyunk a Pannónia váznál, ez egy nagyon rozsdás Pannónia volt, amit ti is láttatok. Szemcseszórtuk, utána pedig epoxival fel lett töltve, és akkor a petrácska szépen ezeket csiszolgatta le, fújtam, csiszolta, és már most eljött az a pillanat, hogy kapjon egy fekete kétkás bevonatot. Cica. Itt vagyunk egy Ford Ranger alatt. Hát ez még egy fiatal autó, de nagyon vékonyan fújták le azt a fekete bevonatot az aljára, mint a futóműnél, mint az alváznál, és eladásra készül. Itt van a macskám, ő Hitler macska. Tiszta ilyen bajusza van. És ezzel foglalkoztunk, egy kicsit más csináltunk itt az ünnepek alatt. Egy kis kikapcsolódás volt, kis töltődés. De folytatjuk a dolgot. Most pedig a Pannóniának a vázát priccantom le. Már most az is hagy készüljön. Ez a plusz egy nehéz projekt, de ilyenkor kell egy kicsit pár órát más csinálni, úgyhogy. Már most megfordítottam a vázat 180 fokot, hogy több fény legyen, tehát még egyszer mondom, epoxizott felület, tehát szemcseszót, epoxival bevont, utána kétkás felőfestéket kap. Először úgy csináljátok, hogy én úgy csinálom, hogy az alját fújjon meg, több szögből megfújva két sorral meg kell hinteni, úgy kis nyomással, hogy mindenhova oda tud pöckölgetni a festéket. Amikor meg vannak a karosszéria elemek, azt mindenféleképpen úgy csináljátok, hogy először úgy bedugjátok a pisztolyt, és akkor úgy kifele húzva kicsit megforgatjátok, hogy egy kicsit csöpög a festék, az nem baj, belőről, kifelé, és mindenféleképpen az éleket fújjátok meg. De ez nem csak a motorra vonatkozik, hanem minden más egyéb olyan alkatrésze, amit festetek otthon. Nem egy ördöngős dolog, egy kis imádással, egy kis elhivatottsággal ezt a dolgot el lehet sajátítani. Na, itt le lett hintve, kapott bőven anyagot. Szárad, és akkor lassan épül összefelé, még a többi alkatrészeket is folytatjuk.